két 16 és egy 11 tonnás síló, ezekben még a tavalyi búzából őrölt liszt van. Az idei búzatermés mennyiségére nem lehet panasz, hiszen országosan 8 millió tonna kenyérgabona termet, és bár a szabolcsi búza malmi minőségű, de az ország más területein a július közepén lehullott nagy mennyiségű csapadék rontott a búza minőségén. Augusztus végén, szeptember elején fog kiderülni, hogy milyen a minősége. Induláskor még mindig ugye keverik a búzát a malmosok, és igazából nem egyből állnak át az új búzára, hanem folyamatosan vegyítik a régi és az új búzát. Én is attól tartok, hogy a minősége probléma lesz. Probléma az is, hogy az idén nyomott áron lehet értékesíteni a búzát, nyilatkozta korábban televíziónknak az Agrárkamara megyei elnöke. Malmi búzának, az első osztályú búzának az ára 4000-4200 forint körül van, a takarmány búza ez 3600 és 3800 között, de nincs rá kereslet, azt mondhatnánk. Egy évben átlag 1,2 millió tonna étkezési búzát használnak fel a sütőiparban itthon. A sütődék csak a hónap végén kötik meg a szerződéseket a gabonaipari feldolgozókkal, akkor már látják, hogy mennyiért veszik meg a kenyérnek valót. Nagyobb probléma jelenleg a munkaerőhiány. 2500 pékállás van üresen az országban, béremeléssel lehetne itthon tartani a pékeket, de az nagyobb kiadás jelent a cégeknek, ami miatt árat is emelhetnek. Ennél a nyíregyházi cégnél is folyamatosan keresnek munkaerőt. Jellemző az, hogy külföldre mennek a szakemberek, nem túlzok, három és inkább négyszeres fizetést kapnak külföldön a szakmunkások, mint Magyarországon. Ezekkel mi nem tudunk versenyezni. Ezt, ha nekünk meg kell, hogy adjuk a dolgozóknak, akkor ezt semmiképp másképp nem tudjuk megoldani, csak áremeléssel. A Pékszövetség alelnöke elmondta azt is, a vállalkozásoknak 30-35%-os béremelésre is szükségük lesz, ha meg akarják tartani a dolgozóikat. Ehhez viszont állami bértámogatást nem kapnak.